Szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. A mai sajtótájékoztatónak a témája az időközi polgármester választás Tiszavasváriban. Én Badics Ildikó vagyok, és független polgármesterként, polgármester jelöltként indulok ezen a megmérettetésen. Hivatalosan a kampány és az aláírásgyűjtési időszak július 30-án hétfőn kezdődött. Innentől lehet aláírásokat gyűjteni. Nagyon sok civil ember, magánember volt, aki segítséget nyújtott abban, hogy ezeket az aláírásokat összegyűjthessük. Nagyon emberpróbáló volt az elmúlt időszak, hiszen nagy melegbe kellett az utcákat róni és felkeresni a tiszavasvári lakosokat, és ezért mindenképpen köszönet azoknak az embereknek, akik ebben a munkában részt vettek. Ezt én is magam megtapasztaltam, hogy mennyire nehéz volt az időjárási viszontagságok miatt. Hivatalosan ez az aláírásgyűjtés időszak augusztus 13-áig folytatódhat, de arra már lehetőségem volt a szerda délelőtt folyamán, hogy a szükséges meghaladó számú aláírásgyűjtőívat leadhassam a helyi választási iroda vezetőjének, hiszen ekkora összegyűlt annyi aláírás, hogy azt leellenőrizve hivatalosan is jelölté tudjanak nyilvánítani. Megható és felemelő az az érzés, hogy Tiszavasváriban ennyi ember támogatott és a nevét adta ahhoz, hogy hivatalosan is jelölt lehessek. Amint említettem, augusztus 13-áig folytatódhat ez a munka, és így nem is fogunk ezzel leállni, hanem a jövőben is gyűjtjük az aláírásokat. Szeretném Tiszavasvári valamennyi lakosát felkeresni, hogy az esetleges problémáikról és javaslataikról beszélhessünk, egyeztethessük ezeket a közös dolgainkat. Ennek érdekében például ezen a héten a pénteken délután és szombaton délelőtt a Rosszmannal szembeni területen a standasztalnál fogom várni a lakosokat aláírásgyűjtés és beszélgetés céljából, valamint vasárnap délelőtt a piac hátsó bejáratánál ugyanebből a célból. Szeretettel várom Önöket. Köszönöm szépen!